Legyőzni az örök riválist különös öröm, pláne ha ezzel magyar kupát nyeri el a csapat. A Pécs Pécs női kosárlabdázói némi meglepetésre diadalmaskodtak a látszólag jobb erőkből álló Sopron felett. Néhány nappal a döntő megnyerése után megnéztük, hogy sikerült-e felocsúdniuk a főszereplőknek. Jön a pécsi tündérmese, ami most már nem álom. Sikerült csodát tennünk. Hát nem gondoltam, hogy ekkorát ugrunk. Szerintem nem fordult meg senkinek a fejében az, hogy most kikaphatunk. Vártam ez a pillanat, hogy vége legyen. Egy sikertörténet Pécsről. Még nincs 2 éves a Peac Pécs kosárlabda csapata, de a lányok már is magyar kupa győzelemmel aranyozták be a klub rövidke történetét. De hogy miért is a második szezonja ez a Peacnak? A magyar kosárlabda egyik legsikeresebb klubja volt a Mizó Pécs a 90-es években és a 2000-es évek elején. Majd jött a lassú hanyatlás, és az anyagi gondokkal küszködő klub megszűnt 2012-ben. A pécsi kosárlabda kétfelé szakadt, és így jött létre a Pink és a Peac. Gyakorlatilag azzal kezdtük az első lépéseket, hogy a akkoriban széthullóba lévő pécsi kosárlabdában azokat kerestük meg, akik pécsiek, és vállalták azt a bizonytalanságot, hogy nulláról kell felépíteni egy csapatot, és természetesen hozzájuk a következő lépésként pedig a méltán híres pécsi utánpótlásból kerestünk játékosokat, hogy kik azok, akik velünk megtehetik az első lépéseket. Adria Liga, majd Közép-Európai Liga bronzérem, és most a Magyar Kupa győzelem. Ezek voltak az első lépések. A Székesfehérváron rendezett 8-as döntőben nem a Peac számított a legnagyobb esélyesnek, főleg nem a fináléban, de a címvédő Sopron legyőzésével tényleg történelmi tettet vitt véghez ez a csapat. Nagyon egységesek voltunk, hogy mindenki hozzá tudott tenni valamit a játékhoz, és hogy nem volt olyan, hogy valaki kiemelkedett volna nagyon-nagyon a többiek közül, hanem mindig valaki akkor tett hozzá, amikor kellett. Igazából nem is hittem el a döntő lefolyása után, hogy ezt a Magyar Kupát megnyertük, tehát most kezdem felfogni, hogy mit sikerült, vagy milyen csodát sikerült a csapatnak tennie. Ahogy a döntőt figyeltem végig a helyszínen, ott a kispadunkról, nagyon-nagyon együtt volt a csapat, tehát minden pontunknál ugrott föl. Én az ilyen csapatokat szeretem, ahol nem csak tapsikolnak a kispadról, hanem együtt élnek a fiataloktól az idősebbik a játékkal. Talán már mondtam valahol, hogy abban a pillanatban éreztem, hogy egy vonaton ülünk, és egyfelé megy ez a csapat. Mészáros Zalán játékosként 8 bajnoki címet és 5 kupa győzelmet ért el. Most viszont már egy klub ügyvezetőjeként élte meg a sikert. Én betettem egy üveg pezsgőt a kis csomagomba, mikor elindultam innen ebéd után. Valahogy éreztem, hogy van bennünk annyi, hogy a végjátékban ott lehetünk. Természetesen azt nem mondhatom nagyképűen, hogy biztos voltam benne, hogy nyerünk. De a vége felé azért szóltam a kollégáimnak, hogy van egy pezsgő a öltözőben, legyenek szívesek kihozni, mert szerintem, de nyugodtan mondhatom, kijelenthetem, hogy nem mert senki bevállalni ilyet. Örülök, hogy én azért megtettem, és ott elő tudtunk kapni egy ilyen üveg pezsgőt, és tudták a lányok kicsit locsolni egymást. A Peacot rengeteg tehetség, szerencsésen kiválasztott légiósok és a fiatal magyar maga alkotja. Köztük több pécsi játékossal, mint például Raksányi Krisztina, aki januárban tért haza. Zágrábban annyira sok lehetőséget nem kaptam, és nem is éreztem annyira jól magam ott a pályán, és örülök, hogy volt lehetőségem hazajönni Pécsre, és hogy ilyen türelmesek voltak velem a vezetők, és az egész csapat, ugye, mert elég mélyről indultam, amikor visszakerültem, és azt gondolom, hogy pont akkorra sikerült megint formába lendülnöm, amikor kellett. Nagyon jó érzés, hogy ilyen úgymond hazai gyerekként, vagy hát ugye pécsiként nyerhettem kupát Pécsen, és az is sokat jelent, hogy a Zsájkóval a 3 junior bajnoki címünk mellett most van már egy közös kupa győzelmünk is, úgyhogy gyarapítjuk itt az aranyérmeket. Zsájkó, vagyis Gyokic Zsájkó, akinek ez volt az első aranyérme vezetőedzőként. A Szerbiából érkező szakember dolgozott korábban Rád Géber Lászlóval, majd Füzi Ákossal, aki tavaly tragikus körülmények között elhunyt. A Füzi-Gyokics edző páros a Mizó Péccsel még bajnoki címet és magyar kupát nyert 2010-ben. Jöttem Pécsre, és hogy hívják, Rád Géber László mellette sok edzésen részt vettem.
mint fiatal edző, és hogy ki a Ken Laci tartom, mint talán kosár labdában Ferguson, genius, és utána dolgoztam együtt Főzi Ákosson, akitől ugyanolyan nagyon sok dolog tanultam, nem csak kosár labda kapcsolatban, hanem úgy emberileg. A most futó bajnokságban a legjobb négybe kerülést tűzték ki. Nagyon reméljük, hogy a sikerek hozzák a szurkolókat, de mindenféleképpen szerintem tenni kellene valamit, hogy ez a két csapat újra egyesüljön, mert soha nem lesz olyan kosárlabda, mint régen, hogyha ezt valahogy nem tudjuk megoldani. Azt a fajta kosárlázat, ami korábban volt Pécsen, egyértelműen meg nem tudjuk kihozni az emberekből. Ugye van a városban egyfajta kettőség ezzel kapcsolatban, sokan ugye a múltba tekintenek vissza, és azokat a sikereket várják, nem szabad túlzottan kapkodni, mert nagyon magasan nagyon nagyokat lehet esni. Bár egy ilyen kezdet után talán lehet nagyobbat is álmodni.